Gazdag és értékes múltjáról híres a Rimaszombati járásban található Méhi község, régészeti szempontból igazi kincses láda. A legújabb régészeti kutatásoknak köszönhetően őseink életét még jobban megismerhetjük. A község 100 évvel ezelőtt került a régészek figyelmébe, most pedig egy új régészeti tanúsvényen tekinthetik meg az érdeklődők az európai jelentőségű bronzkori leleteket. Ünnepélyesen megnyitották a régészeti tanúsvényt. A község régészeti szempontból Szlovákia egyik legfigyelemre méltóbb helye. Határában a 20. század folyamán vaskori halomsírt, újkőkori, bronzkori, kelta és római kori települést és részkori hamvasztásos temetőrészt tártak fel. A tanösvényen az elmúlt 30 év leleteit láthatják az érdeklődők. Ki nem tiszteli a múltat, akkor nem érdemel még a jövőt, így hogy beleegyeztünk és végigvittük ezt a projektet. Nagyon örülünk neki, mert az elsők vagyunk itt a környékén, igazi, hogy egy ilyen projektba belefogtunk, mert igazi mindenkinek előbb az iskolát akarja megjavítani, az óvodát, utakat, és ilyen projektokra csak akkor kerül sor, ha ezek a dolgok megvannak a faluba. A község területén 10 régészeti lelőhely volt. Jelenleg a tanösvényen 5 megállóhelyet alakítottak ki, melyek az őskor különböző szakaszait mutatják be. Egyedülálló telephely László fala, itt tárták fel a hatvani kultúra népének teltelepülését, amely az egyik legészakibb fekvésű az egész Kárpát-medencében. Olyan különleges enklávét alkotott, ahol kultuszokat követtek, amely erre a vidékre nem volt jellemző, csak a távoli, több ezer kilométerre található Krétán. Szóval ez a terület nagyon érdekes, mondja a feltáró régész. Az érdeklődők megtekinthetik az antropomorf urnákat, amelyekhez hasonló Törökországban találtak, illetve kerámia urnákat és edényeket is. A község ezzel szeretné fellendíteni a régészeti turizmust a térségben.